Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról meg tudunk. Megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet a videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Először nézzük meg, hogy megtaláljuk-e a 10 parancsolatot magát mint kifejezést is, háromszor megtaláljuk, kettőt meg fogunk ebből vizsgálni, és ez pedig kettő sem ott 34-es fejezet, ahol is így szól, és monddál Yahuha Mózesnek írt fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint közöttem szövetséget veled, és Izraellel. Ezek ugye a parancsolatok, ezek a szövetség alapja. És ott valahogy Huával 40 nap, 40 éjjel kenyeret, nem evett, vizet, semmi volt, és felírán táblákra a szövetség szavait, a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat, illetve a szövetség szavai, azok a parancsolatok, amelyek a mindenhatóval, a Huával, a teremtővel való szövetségünk és kapcsolatunk alapját képezik. Az engedelmesség, az elsődleges e, tulajdonság, amit ő elvár tőlünk. 29. És lőn, amikor Mose, Mózes a sínai hegyről leszáll a Mose, Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszáll a Mózes nem tudta, hogy az ő orcájának bőre sugázik mivel hogy ő vele szólott. Ugye lehozta az embereknek, hogy ők is tudják, ugyanúgy, ahogyan a megváltója, Husák másiák elhozta a parancsolatokat az úgymond új szövetségben, ugyanúgy Mózes is elhozta az emberekhez a parancsolatokat. Mindkettőnek ugyanaz volt a szerepe, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy felírta a szavait kőtáblákra, és a tíz parancsolatot is felírta. Nézzük meg a másik előfordulást, ez pedig 5 Mózes Teberim 4-es fejezet. 12 es vers így szól, és szóla, ja hua, néktek a tűz közepéből, szavak hangját, ti is halljátok vala, de csak hangot, alakot azonban nem láttok vala. És kijelenti néktek az ő szövetségét, az ő szövetsége, az ő parancsolatai engedelmesség képezi a szövetségnek az alapját, amelyre nézve utasított titeket a 10 ige teljesítésére, azaz az szerint való életre cselekedni, gondolkodni, és beszélni egyaránt. És felírán azokat két kőtáblára valamint engem is utasított Yahoo abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelésekre és végzésekre, tehát nem csak 10 volt, hiszen felír a kőtáblára 40 napig, nyilván nem 10 parancsolatot írt fel, hanem meg kellett, hogy tanítsa nekik ezeket a rendeléseket, végzéseket, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt. Úgy kellett cselekedni ezeknek az embereknek, nem pedig gondolkodni. Az érdekeség az, hogy ez a szó parancsolat, ugye 10 parancsolat, ez 2 Mózes sem ott 34, ez pedig 5 Mózes teberé 4-es, ahol is igeként szerepel ez a szó, nem más, mint a Héber kifejezés. Strong's H1697. Davar. Davar. Ami szó szerint szót jelent. Ezért is hívják 5 Mózes az egész fejezetet, bocsánat, az egész könyvet Dabarimnak, azaz szavaknak, hiszen ez az, ahol Jahua kijelenti a parancsolatait újra. A szó jelentése pedig az, hogy szó 807 alkalommal szerepel olyan jelentésben, mint szó, valamint olyan jelentésben is szerepel, mint Dolog. Egyébként a jelentése beszéd, szó, vagy pedig valamilyen dolog. Elsősorban azonban beszédet jelent mondást, valakinek a beszédét, szava, szót vagy szavakat, illetve valamilyen cselekedetet, valamilyen elfoglaltságot, dolgot, bármiféle ügyet, valamit. Ilyesmit jelent elsősorban azonban beszédet jelent, mint azt láthatjuk. Ez mellesleg egy főnév, ami a hasonló alakú igéből jelen, ö, ered, és ez az ige, azt annyit tesz, hogy beszélni, mondani valamit, beszélgetni valakivel, megígérni valakit elmondani valamit. Tehát ö, tulajdonképpen arról van szó, hogy valaki beszél, illetve valakinek a szavát jelenti ez a szó, és nem feltétlenül igét, vagy pedig parancsolatot, de még talán az ige közelebb áll, mint a parancsolat. Talán legegyszerűbb, hogyha megnézzük, hogy hogyan fordul elő ez a kifejezés, illetve szó. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, ez egy mózes, azaz Bereshit 11-es fejezet, ez természetesen Babel esetét írja le. Egyes így szól mind az egész földnek, pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. Ez a szó beszéde, ez ugyanaz a szó, de bár ami parancsolat vagy igeként van fordítva a 10 parancsolat során. Szintén Beresi 15-ös fejezet így szól, és ímé négyes vers ja Hua az úr, ő hozzá mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodban származik, az lesz a te örökösöd. Ez a szó kifejezés, hogy szóla, ja hua ő hozzá, a szóla szó, ez a bár ugyanaz a szó, amit ige vagy parancsolatként fordítottak. Zsoltárok 147, ez az Tehelim 147-es fejezetben pedig a 15-ös vers, ICO leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete, ez a szó parancsolatát, Tabarim, Tabar, ugyanaz a szó, ami parancsolat vagy ige. Még kettőt fogunk megnézni, ez, ez pedig példameszédek Misli, 4-es fejezet, 3-as vers, így szó, mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlen az én anyám előtt. Tehát tanított engem, és mondanékem, tartsa meg az én beszédemet, a te elméd, de bár, hogy megtartván az én parancsolatimat, éj, szerez bölcsességet, szerez eszességet, ne feledkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől, mely dabar. bar. Azaz ezek a szavak, amiket ő átadott Mózesnek, és ő továbbadta a népnek, ez az, ami életet biztosít és ez soha nem fog megváltozni. Úgyhogy mindazok, akiknek kétsége van afelől, hogy nekünk esetleg a parancsolatok szerint kellene élni, annak ezek a versek ezt a kétségét eloszlathatják. Mindannyiszor, amikor Jahua beszél, az ő szaváról van szó, akkor az ő törvényeiről és az ő parancsolatairól, rendeléseiről, összességében az ő instrukcióiról, a toráról van szó, hiszen ez az, ami életet biztosít az ember számára itt a Földön és természetesen a következő királyságban. Erre nagyszerű példa Jeremi Jeremiás 17-es fejezet, ahol a 20-as szól. És mondnékik, halljátok meg a Hu'ának szavát, de bár ez a szó. Ismét, Húdának, Judának királya és egész Júda és Jeruzsálemnek minden lakosa, akik bejártok kapukon. Huának szava a figyelmeztetés az emberek számára, és mi is ez, ezt mondja Jahu, a vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin, be ne vigyetek. Házaitokból se vigyetek ki terhet szombatnapon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szentejétek meg a szombatnapot, úgy, mint atyáitoknak megparancsoltam, de ők nem hallgattak, fülöket nem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakokat, hogy ne halljanak és az oktatás benevelség. Erre figyelmezteti őket, akkor erre figyelmeztette őket a történelem során mindvégig, és mind a mai napig. Erre figyelmezteti Jahua azokat, akik szeretnének az ő szövetségének részesei lenni, hiszen annak az alapja nem más, mint az ő szava, Zabarim, ami a tíz parancsolata vagy tíz igével kezdődik, a szombatnak pedig ennek szerves része. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!